Gyimes középlok a moldvai csángok szorvány településekből álló falucskája, a népi hagyományok igazi kincses tára. A verstábor résztvevői Patakország egy mesebeli táján a Györgyice család hegyek között megbúvó otthonában kaphattak ízelítőt a csángó kultúra dallamaiból, táncaiból. Nem nehéz nekünk megérizni, mi ebbe születtünk bele, mi csak tovább vigyük, amit az őseinktől örököltünk. Melyek azok a dalok, melyek azok a táncok, amelyek a legnépszerűbbek, amelyek tényleg azt a kultúrát őrzik, de még a régi időkből? Hát a magyaros táncok, a lassú és sebes magyaros, ezek nehéz táncolni, de a helyszák azok nagyon népszerűek mindenütt. Amikor a táncokról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy az ide települtek, a később jövők táncai is beépültek. Ez mennyire teszi egységessé a táncot? A Gyimesföldje későn lett, mert ugye 17.-18. században lett betelepülve, és mindenki hozta a magáit, és úgy alakultak ki a magyar polgári táncok, a polgári eredetű táncok, az aprók. Az, hogy működik a tábor, az egy megerősítés, hogy jól csinálják, amit csinálnak? Szerintem igen. Igen. Jól működik a tábor is, és megerősödik. Egyre többen jönnek, hál' Istennek. És gyerekeket is lehet látni most már, hogy kezdenek ismét táncolni, szeretik. Próbálkozunk. Az ősi archaikus életforma, a tánc, a zene, a népdal hagyományai, a viseletek és a szokások ezredéves gyökerei féltve őrzött kincsek ma is. Próbáljuk tovább adni a fiataloknak, mi is úgy kaptuk a szüleinktől, úgyhogy így folytassuk tovább a hagyományt. Hát elég, most a héten ugye volt a tánctábor, a nemzetközi gyimesi tánctábor, ott is részt lehetett venni, ott is lehetett tanulni. Úgyhogy megtaláljuk az alkalmat. Mennyire érdeklődőek a külhoni magyarság, aki ide érkezik, és mennyire az itt élők? Hát az itt élők is, és a külhoniak is, úgy lássuk, hogy egyre többen vannak azok, akik szeretnék a gyimesi kultúrát, a gyimesi hagyományokat megismerni. A helyiek is egyre többen, fiatalok kapcsolódnak be. Az ordasok hagyományőrző csoport játékos vidám rigmusai, táncai bepillantást engedtek a valaha voltba, azokba a mindennapokba és ünnepekbe, amelyek felemelnek és megerősítenek.